Köszönjük szépen, hogy segíthetünk. Az Arconic Alapítvány és a Kríziskezelő Központ kapcsolata évekkel ezelőtt kezdődött. A cég és a szervezet kiemelt feladatának tekinti a bajba jutott emberek támogatását, ezért a központtal egyeztetve döntenek rendszeresen arról, milyen formában állnak a rászoruló emberek mellé. A cég önkéntes csoportja most a hajléktalan nők számára állított össze illatszercsomagokat. Programokat szervezünk, túrát, vagy éppen a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek színházi előadást. Most a nőnap alkalmával egy interaktív színházi előadást szerveztünk, és ilyenkor mindig gondolunk az arra rászorultakra is, és most ugye a hölgyeknek gyűjtöttünk higiéniai csomagot, úgyhogy 18 csomagot gyűjtöttünk össze, és ezt adtuk át. Az adomány másik része 25 000 dollár, melyet a Kríziskezelő Központ lakhatási programjára fordítanak. Itt bajba jutott családokat segítenek anyagilag és szakértők bevonásával, mentálisan is abban, hogy kikerüljenek a krízisből. A program elvárásai arról szólnak, hogy fizessenek be minden olyan rezsit, ami biztosítja az ő hosszú távú lakhatásokat. Az Arconic Alapítvány által biztosított támogatás az a életi díjat biztosítja, és sok egyéb olyan rengeteg támogatás fér bele még az alapítványi támogatásba, ami akár a bérlet támogatásra gondolok, a mobil feltöltés lehetőségre, tisztasági csomagot biztosítunk. A Kríziskezelő Központ most támogatott programja a szociális bérlakásokban élő családoknak nyújt segítséget. A cél a reintegráció és a foglalkoztatásban maradás.